4 arany, 4 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei úszók a Diákolimpia Győri országos döntőjében. A 8 éremből 3 a vásáros neményi fiatalok nevéhez fűződik. Bár a hazai körülmények nem voltak ideálisnak mondhatók, az úszók Fehérgyarmaton és Nyírbátorban 25 méteres medencében is tudtak készülni, 2 alkalommal pedig a sóstói 50 méteres medencében is gyakorolhattak Pintje Zoltán és Hankovszkiné Medve Mónika tanítványai. A naményi különítményből végül Kolozsvári Aténa bronz, Dóbus István és Hanyu Norbert pedig aranyérmet szerzett. Nehéz ezt így elmondani, hogyha 16 méteres medencébe készül az ember és kijut egy országos diákolimpiára, hogy milyen reményekkel. Idő alapján, papír alapján ott voltunk az elsők között, de hát ezt megmondani nem tudja az ember, hiszen mindenki készül. De én nagyon boldog voltam, hiszen a fiúk Dóbus Isti és Hanyu Norbi elsőként csapott, a papírforma ott bejött. Simon Balázs ugye negyedik lett 100 méter gyorsúszásban, szinte ott is a papírforma bejött. Sok munka van mögötte, de a fiúk hozták azt, amit a megyei diákolimpián teljesítettek. A 100 méteres gyorsúszásban Dóbus István 1/100 másodperces előnnyel szerezte meg az aranyérmet. Az azelőtti héten, mielőtt úsztunk volna, én beteg lettem. Akkor nem éreztem valami jól magam, és gyengébben teljesítettem szerintem, mint ahogy kellett volna, de ehhez képest még így is egy elég jó eredményt értem el. Vásárosnamény polgármestere szerint fontos, hogy minél több fiatal sportoló jön a településen. Mindenki tudja rólunk, hogy sportos kisváros vagyunk, ugye Vásárosnamény a 40 éves város itt a Bereg szíve, de azt is tudjuk, hogy az elsődleges tényező minden településen a gyermek kell, hogy legyen. Így vagyunk ezzel mi is. Jó magam tanító, testnevelő szakos vagyok. Tudom azt, hogy a sport mit jelent a felnőtt vagy nemzedék számára, és azt is tudom, hogy mit jelent az úszás, hiszen rendszeresen találkozom az úszóinkkal, tudom azt, hogy milyen munkát tesznek bele azokban az eredményekben, amelyeket elérnek. Tilki Attila országgyűlési képviselő elmondta, az úszók sikerei segíthetnek abban, hogy a jelenleginél jobb körülmények között készülhessenek a jövőben. Vásárosnamény az a város, ahol nincs tanúszoda, nincs 25-ös medence. Korábban működött Nagyvarsányban, a település üzemeltette, és nyilván nem bírta üzemeltetni. Mi már egy kicsit régóta, de azért próbálkozunk a Nemzeti Sportközponttal, hogy hogyan tudják átvenni. Az világosan látszik, hogy itt 5 kilométeres távolságon belül 2 úszoda nem fog épülni. Tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok eredményei nekünk muníciót adtak ahhoz, hogy államtitkár asszonynál, Szabó Tündénél eredményesen tudjunk lobbözni azért, hogy legyen meg végre egy normális minőségű, 21. századnak megfelelő 25-ös úszoda ebben a térségben, a beregi térségben. A vásárosnamény díjese még a tanév vége előtt egy 24 órás úszással szeretné tovább népszerűsíteni a sportágat a városban.